A Wagner orosz zsoldos hadsereg vezetője szerint Bahmut egészét elfoglalták az ukránoktól. Jevgenyi Prigozsin szombaton a Telegram közösségi oldalra feltöltött videóban közölte, hogy a kelet-ukrajnai városért tavaly nyár óta zajló küzdelem 224 nap után orosz győzelemmel zárult. Ma a déli 12 óra körül Bahmutot teljes egészében elfoglaltuk, közölte Jevgenyi Prigozsin. Kijev cáfolta a Wagner vezetőjének állítását. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az ukrán hadsereg még mindig ellenőrzése alatt tart bizonyos területeket Bahmutban, de azt elismerte, hogy a helyzet kritikus. Az oroszok az ukrán városért zajló küzdelem alatt már többször bejelentették, hogy elfoglalták a területet, amit az ukránok minden egyes alkalommal cáfoltak.